Kedves püspök atya, ezelőtt 24 évvel szentelték önt itt, a Csíksomlyói Kegytemplomban püspökké március 1-én. Jóisten éltesse önt névnapja alkalmából, szeretnénk megköszönni mindazt, amit főegyház megyénkért tett, a hívekért tett. Fogadja el szerény ajándékunkat, egy verset és egy csokor virágot. Isten éltesse a kedves püspök atyát. Reményik Sándor, József az ács, az Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok. Anyja szeme is a te szemeid. Istenem, a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek. Oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok. Mit tehettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most is ki tudja, merre kóborok, tekintetétől tüzet fog a műhely. Tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt, míg parányi rózsaúja borzolt a szürkülő szakállamat. Ezüst nyomot hagyott már akkor is. Komoly nyomot parányi rózsaúja. S most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. A te utadon jár magasságos. De ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya! Én senki vagyok. Az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangélium. Áldjon meg téged, örök Atya Isten, áldjon meg téged, kegyes Fiú Isten, áldjon meg, áldjon, Szentlélek Úr Isten, három személyű, igaz örök Isten. Szeretett jó hívek, szeretném megköszönni ezt a köszöntést, ezt a nagyon szép verset, és különösképpen, hogy az jó átéléssel tudta elmondani Reményik Sándor költőnknek ezt a szép versét Szent Józseffel kapcsolatban. És szeretném megköszönni ezt a virágcsokrot, mert ez a virágcsokor sokkal többet mond, mint amit így önmagában kifejez. Önmagában véve is a virág az nagyon szép, de ebben benne van a híveknek szeretete, amely megmutatkozik az ő főpásztoraik iránt, az ő papjaik iránt. És éppen ezt a szeretetet szeretném megköszönni. És adja a Jóisten, hogy ebben a szeretetben növekedni tudjunk. Hogy a szeretetben tudjuk egymásnak életét, családjainknak életét megszépíteni, szebbé tenni. Mindehhez fogadjátok most a Jóisten áldását.